Sziasztok! Két hónapos patagóniai utazásra és nomádolásra készülök, úgyhogy már nagyjából összepakoltam. Elmondom, hogy akkor mit viszek. Van esőálló, először a ruhák, esőálló kabát, termópulcsi, pehelykabát, szélálló kabát, termómellény, kettő merino, és kettő sima ilyen pólószerűség. Nadrágból van egy esőálló, egy szélálló, és csak egy ilyen sima kis vékony termó. Van egy kamásli, mert sokszor nagy a sár. Van két melltartó. Van egy, kettő, három, négy darab zokni. Három darab bugyi. Egy nyaksál. Egy ilyen sapkának használt fej valami. Van egy napsapkám. Van egy napellen biciklis kesztyű, egy vékony termokesztyű és egy kesztyű, egy vékonyabb. Alváshoz van egy hálózsák belsőm és egy számomra készített kilt, ugye ami azt jelenti, hogy nincsen alja, mert minek, mert azon úgyis aludnék, és akkor csak a teteje van, mint egy kis takaró, ezt kibú készítette nekem, pont méretre, tehát fölösleges anyag nincs benne, persze pehely az egész. Akkor van egy sátor, MSR hubba-hubba, ruhákból ennyi, vagyis hát még van a rózsakit szinkrocs, ami azért mindig kell. Megvettem egy új ilyen bakancsot, mert az összes már lukas, úgyhogy meglátjuk, hogy kibírja. Konyha. Van egy ilyen edényem, aminek a tetejét bögrének használom. Benzinfőzőt kell vinni Patagóniába, mert gázt nem lehet venni, mivel én nagyon kevés gázt használok. Nekem ezért elég lesz egy gázpalack, és nem tudtam megjavítani a benzinfőzőmet, ezért gázt viszek, gázfőzőt, és hozzá pedig ugye a gyújtóst. Ehhez szükséges ugye ilyen szélfogó is, hogy a gázt spórolja, egy darab vizes kulacs, biológiai lebomló WC papír, akkor ilyen mindenféle kütyük, van ez ugye, mivel stoppolok a kartonlaphoz, filctor, rátekertem ragasztót, ha bármit meg kell javítani, van egy iszonyatosan kicsi bicskám, mert több nem is kell, és még körömreszerő is van rajta, sőt a szemöldökömet is kiszedhetem vele. Akkor toll, ja, akkor van némi krém is, meg van még egy gyújtós, másik helyen, több helyen használom. Ja, és ez is, erre is rá van téve ilyen gafatép, aminek ugye ilyen ragaszón, de tudok mindenfélét javítani. Hát vannak a fürdőszoba, vannak ugye a női dolgok, naptej, akkor a fogkefe, két kicsi fogkrém, spésű, ugye én fogsejem őrült vagyok, itt is még kis krém, hajbalzsam, sampon, és ami a legfontosabb, és ezt fogom használni, biológiailag lebomló, ez mosószer, mosogatószer, szappant, tehát ezzel mindent is lehet csinálni, és nem károsítjuk a környezetet. Ugye ezt csak a városban használom, de ebbe alig van, úgyhogy ki is fogom dobni a legelején. Akkor menjünk tovább. Ja, a konyhához még tartozik, volt ez egy spork, ugye, amilyen képganál, vagy kanálgép, vagy mi a neve, de ez mindig nekem eltörött, ugye ennek a végén van a villa, de ez mindig eltörött, úgyhogy megkértem a szomszédot, hogy vágja le is reszelte nekem, úgyhogy valószínű ez így már nem fog eltörni, meg biztos, ami biztos, egy ilyen ételhordó. Akkor van egy ilyen övtáska, mivel stoppolok, ugye ez nagyon fontos, hogy mindig a testem mellett legyenek a legfontosabb dolgok, bármi történik. Akkor ugye van az útlevelem, van kis pénztárcám, van kis órám, amivel majd követni akarom, hogy merre járok. És itt van ez a IT iroda, van benne ugye, hát napelem,
remélem sokat, viszek még egyet, biztos, ami biztos, mert nem nagyon akarok ilyen helyre menni, ahol lehet tölteni telefont, nagyrészt a vadonba akarok menni, de azért tudjam dokumentálni, lesz egy fényképezőgép, ugye itt vannak a töltők, akkor még külön pakoltam, mert van ilyen nagyon pici táskám, ami ilyen kicsire összegyúrható, csak hátizsák, mert ugye ez megy a reptéren. Ugye egy kis snacket így összepakoltam, amit a bioponttól kaptam, ugye ez is nagyon jó, ugye ez megvédi a számot a UV-sugárzás ellen, akkor ugye kézfertőtlenítő, maszkot biztos, ami biztos, ja, ez véletlenül került ide, akkor még van, a repülőre viszek, ugye én nagy füldugós vagyok, akkor napellenző, és még van nálam Normix gyomortabletta, meg víztisztító, ha esetleg szükség lenne rá. És mivel ugye mindez egy ilyen káosz, ja, és mindez ebbe fog belekerülni. Ugye a Monster 65 literes zsák, és akkor... Ugye, mivel nem szabad ezeket összekeverni, meg ugye nem pakolom ki minden nap ugye minden egyes darabot, ezért vannak ezek a stuffsack-ek, ezek a száraz zsákok, ugye milyen vízállóak is, és igazából ezeket ilyen úgy szoktam, hogy a ruhákat külön, meg a konyhát, minden ilyen színkódosan pakolom. Tehát tudom, hogy mondjuk a meleg ruha ebben lesz, tehát nem kell fölöslegesen pakolni, a konyhát belepakolom ebbe, és akkor csak simán kihúzom a zsákból, és már lehet is mindent intézni. Szóval ennyit viszek. Ja, meg még kaját. Azt nem beszéltük. Hát iporról viszek, amennyit tudok igazából. A legfontosabb része, ugye amit viszek, a kandírozott gyömbér, kis fahéj, mert a zabot még nem pakoltam be, mert ugye zab lesz a reggeli, este meg ugye majd ilyen kuszkuszt fogok enni, és akkor van kávé is, bepakoltam kis tejporral, és akkor még ilyen pár ilyen dolgot, amit kesugiót szeretek, egy kis teát, ez ilyen sós mandula, kis ropi, ezt nagyon szeretem, ugye ezeket így bepakoltam, ugye ugyanilyen zacskóba lesz a zab, kuszkusz, ez lesz a fő étrend majd a vadonba, és ugye ez több napon keresztül majd kibírom, így ezekkel, úgyhogy körülbelül ennyi dologgal indulok el, úgyhogy ennél több szerintem nem kell 2 hónapra.